Na folytassuk tovább, de mielőtt a következő slide tartalmai részével foglalkoznék, itt hála jó Istennek valaki felvetett egy problémát, ami elég fontos ahhoz, hogy az, hogy kihagytam, az hibának minősüljön. Úgyhogy rövid úton visszatérnék még egy fél pillanatra a Mounthoz. Ugye a Mount kapcsán azt mondtam, hogy a lényeges szerepe, hogy Linuxos, Unixos környezetben te egy darab fa struktúrát látsz. Annak vannak bizonyos PC pontjai, ezek a bizonyos Mount könyvtárak, ahol tulajdonképpen az egyik diszről te átköltözöl a másikra, de ettől függetlenül felhasználóként és adminként is egy darab struktúrát látsz, és nem is kéne, hogy látszódjon, hogy az több diszkből áll. De most két olyan pont van, ahol ez némileg megbicsaklik. Az egyik fele az az, amit egyébként a simlinkek, illetve a hardlinkek kapcsán már egyszer meséltem, hogy azt érdemes tudni, hogy hard linket nem lehet két különböző fájlrendszer között létrehozni. Tehát nagyjából az az egyetlen olyan pont, ahol te akár még felhasználóként is találkozhatsz azzal, hogy én ugyan egy struktúrát látok, de ez mégiscsak több részből van összeakva. Hogy megpróbálod azt, hogy ellen egyik diszkről a másik diszkre, és vissza fogod kapni azt, hogy cross device link, illetve nem tudom mi a magyar megfelelője ennek a hiba üzenetnek, de ez jelzi egyébként azt, hogy átléptél volna egy határt. Simlinket minden további nélkül csinálhatsz, ugye ott az elérési útvonal az, ami a kapcsolat alapja, tehát abban meg teljesen egyértelműen nem számít, hogy az az elérési útvonal az egyik diszken, vagy egy másik diszken levő fáj. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az egy kicsit nyakatekertebb, viszont sokkal komolyabb problémát tud okozni. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy mindent szépen elképzeltél, kitaláltál és előkészítettél egy diszk használathoz, majd kinézel egy szimpatikus könyvtárat. Ide fogom felmontolni. Zárójel, hagyományosan van egy per MNT, kifejezetten arra a célra fenntartva, hogy azokat a dolgokat, amiket ritkán, ideiglenesen akarsz csak elérni, azokat javasolt a per MNT-re mountolni. Linuxos világ vezette igazából be, azóta terjedt el, hogy ezen kívül egy per média könyvtár is legyen. Az egyes terjesztések általában a per média alá csatolják fel automatikusan a bedugott CD, DVD-t, a gépre dugott külső diszket vagy pendrive-ot. Általában valami olyan módon, hogy az adott perifériáról lekérdezik az ő nevét, ez mit tudom én, egy fájrendszer tartalmazó CD-nél lehet ugye az, amit te megadtál a CD lébeljeként, egy pendrive-nál szintén lehet az adott fájrendszer lébelje, de van olyan disztribúció, ahol nem vacakolnak, itt is UUID-t használnak, és létrehoznak egy per média per valami nevű könyvtárat, majd erre aztán automatikusan fölmontolják, amit te gépbe bedugtál, vagy becsatlakoztattál. Aztán általában a fájlkezelőnek van valami olyan funkciója, hogy rákattintasz, vagy jobb gombra feljövő menüből mondhatod, hogy a csatolást elengeded, vagy kidobod az adott perifériát, akkor lecsatolja és egyébként el is tünteti ezt a per média alapúval könyvtárat. Na de a lényeg a következő, amikor te mindent megcsináltál, kiválasztottad a könyvtárat, akkor arra az apróságra illik odafigyelni, hogy a csatolás úgy működik, hogy a könyvtár eredeti tartalma eltűnik. Tehát ha te a per MNT-t úgy döntötted, hogy az ideiglenes tárolásra pontosan jó, és oda fogsz mountolni, akkor ne felejtkezzél meg arról, hogy ha valami van a per MNT-ben, az abban a pillanatban, hogy te a csatolást sikerrel lefuttattad, abban a pillanatban eltűnik. Onnantól kezdve, hogy a per MNT-ben a felcsatolt fájrendszer tartalma látszik. Ha megszünteted a csatolást, ugye mount, akkor megint előjön. Tehát ami eredetileg ebben az úgynevezett mount könyvtárban van adat, az a csatolás után is ott van, csak éppen nem éred el. Nem látod, a fölcsatolt fájrendszer eltakarja. Ez egy eléggé jellegzetes Unixos viselkedés, és amennyiben az ember egyszer-kétszer belefut, akkor utána meg is szokta tanulni, hogy erre oda kell figyelni. Viszont nagyon zavaró tud lenni, amikor például az ember direkt oda tesz valamit, de jó lesz, majd fölcsatolom, azt látom a régit is, az újat is, aztán nem látod.
ez definitív, így működik, csodálkozni nem kell rajta, el kell fogadni. Nem tetszik, akkor is így működik. Úgyhogy tudjál róla, még egyszer az adat, abban a pillanatban újra láthatóvá válik, milyen megszüntetted a csatolást. Na, hát ez lett volna az, amit úgy éreztem, hogy nem egy hátrány, ha még elmondom. És akkor folytassuk tovább a következő résszel. Ugye van itt egy eléggé furcsa című slide, a speciális fájlrendszerek. Ezek tipikusan olyanok, mint az előző ilyen kitérő slide-om is, csak ilyen megemlítés szintjén, tehát akit érdekel, az utána tudjon nézni. A lényeg, a per dev, amiről ugye egész eddig beszéltünk, nem nagyon ragoztam, hogy az mégis hogyan jön és miként lesz nekünk per devben speciális fájlunk. Annyit érdemes tudni, hogy az idők során első körben egy olyan mechanizmust használtak, aminek az volt a lényeg, hogy a per dev tartalma az tulajdonképp statikus. Minden olyan perifériához tartozó eszközfájt valahol valaki, tipikusan a telepítés, létrehoz, ami egyáltalán elvi szinten lehetséges, hogy az adott gépen elérhetővé lesz. Ennek elég sok kellemetlen következménye van, kezdve az olyan trivialitástól, hogy innentől kezdve, hogy neked lesz SDA-tól SDZ-ig nyilván mindenféle diszk hivatkozásod, holott a gépben esetleg csak egy darab diszk van. Akkor ezt mégis hogy kéne megoldani? Ugyanis a probléma az, hogy az emberek könnyen elfelejtik azt, hogy ha bármit is csinálunk, akkor nézzük meg, hogy a gépen amit reagál. Na most, hogyha én csinálok valamit parancsfájlokkal, és utána nem ellenőrzöm, hogy az a művelet sorozat minden egyes komponense sikerrel futott le, illetve ha nem, akkor mi a bánat is a probléma, akkor elég könnyen lehet olyan vicceket csinálni, hogy hát én látszólag lementem az adatokat a harmadik diszkre, azt minden szépen működik, csak éppen a mentés az folyamatosan IO errort produkál, mert nincsen harmadik diszk a gépben. De hát az eszközfáj megvan, tehát látszólag tudok rá hivatkozni, semmi gond. Arról nem beszélve, hogy őszintén szóval ez egy eléggé katasztrófa, hogy van egy perdev, ami egy statikus valami, és ez jó, kényelmesen kezelhető legyen. Ugye eleve innentől kezdve bedugok egy pendrive-ot, akkor az mi lesz per SD, mi? Vagy csak per dev, per SD, micsoda? Ma bedugom a Kuma SD 5, vagy mi SDC, holnap SDG, holnap mit tudom én micsoda, az nem annyira kényelmes. Tehát viszonylag hamar fölmerült, hogy valami ennél dinamikusabb megoldást kéne választani. Ennek volt egy, ma már gyakorlatilag majdnem egyértelműen kihalt megvalósítása, úgy hívták, hogy DevFS. Ez egy speciális, virtuális fájlrendszer, és fizikailag a per dev könyvtár struktúránál használták. Gyakorlatilag az történt, hogy a kernelnek a hardware felismerő rutinjait valami módon kivezették, és a per dev fs fájlrendszer felmontolásának az lett a következmény, hogy azok a hardverek, amik konkrétan adottak, az azokhoz tartozó eszközfájlok megjelennek. Amikor egy hardware eltűnik, akkor az eszközfájl eltűnik. Na most a megvalósítás olyan volt, hogy nem túl sokkal azután, hogy tulajdonképp majdnem minden Linux terjesztés végre átállt erre, rövid úton rájöttek a fejlesztők, hogy ez nem jó, mert még mindig nem elég rugalmas, és ehelyett kitaláltak egy másik eszközt. Ezért aztán ma, ha neked valamiért a per dev struktúrával kell foglalkoznod, akkor annyit mindenképpen kell tudni, hogy ma szintén virtuális a per dev struktúra, ugyanúgy dinamikus, mint hogy ez a DevFS-nek nevezett fájlrendszer nyújtotta, de ma már egy UDEV névre hallgató keretrendszer intézi azt, amit az előbb mondtam, hogy azok a hardverek látszódnak, amik valóban vannak, és ha eltűnik egy hardver, akkor hozzátartozó eszközfájl is eltűnik. A DevFS-hez képest lényegesen rugalmasabb, ráadásul felhasználói szintről, vagy csak rendszergazda jogú, de felhasználói szintű eszközökkel viszonylag korrekten konfigurálható, tehát akár azt is be lehet állítani, hogy már pedig én magát a CD-ROM-ot azonosító eszközfájt per CD-ROM-ként szeretném írni. Most függetlenül attól, hogy ez most egy SCSI buszon ülő, egy hagyományos ATAPI interfészen keresztül elért, esetleg egy USB buszon rádugott külső,
tök mindegy, azt hívjuk már per CD-romnak, mert az kényelmesebb, mint megszokni, hogy ugye a különböző csatlakozástól függően így vagy úgy vagy ahogy kell nevezni. Ma már úgy gondolom, hogy nem túl sok olyan ember van itt, aki még mindig soros egeret használ, de azért emlékeim, reményeim szerint van, aki emlékszik arra, hogy volt ilyen. Akkor innentől kezdve mennyivel kényelmesek azt a nyomoroncot mindig per mouse-ként hívjuk, akkor is, ha ez soros egér, ha PS2-es, ha USB-s, ha beépít, tök mindegy. Hívjuk már úgy, hogy per mouse. Na most többek között ez is egy olyan dolog, amit a, ennek az UDEV-nek a segítségével relatíve könnyen meg lehet csinálni. Nem azt mondom, hogy szépen, mert az UDEV sem arról híres, hogy gyönyört lehet érezni, amikor az ember megnézi és megpróbálja megérteni, de azért eléggé rugalmas és eléggé sok mindent lehetővé tesz. A másik, hogy régen ténylegesen a DOS-os időszakban nagyon elterjedt dolog volt például az, hogy RAM diszket használunk, bizonyos adatok tárolására a memóriának egy szeletét kihasítjuk. Na most tulajdonképpen ennek egy ilyen és speciális megvalósítás az a TMPFS, és a neve is jelzi, hogy hát elsősorban a per TMP, meg USR per TMP, VAR per TMP, tehát általában az ideiglenes adatok tárolására szolgáló könyvtárakkal szokták javasolni, hogy ilyen TMPFS-ként használjuk, gyakorlatilag mondom egy RAM diszt, eredménye nyilvánvalóan az, hogy minden ezzel kapcsolatos ion művelet lényegesen gyorsabb, mint a valós diszkeken, cserébe nem annyira bírja a kikapcsolást. Tehát, ha szükség van, akkor legalábbis szokjál hozzá ahhoz, hogy megnézed, hogy ahova azt a híde nagyon fontos, ám de ideiglenes adatot tárolod, az véletlenségből nem TMPFS fájrendszerben van-e, mert ha igen, akkor gondolkozzál el azon, hogy nem biztos, hogy akkor kapcsol ki a gép, amikor te szeretnéd. Nyilvánvalóan ennek egyébként pontosan az a jellemzője, az az egyik pozitívuma, hogy egy újraindításnál elveszti a tartalmát. Ugyanis a TMP-t azt nem véletlenül hívják temporálisnak, átmenetileg. Sajnos volt időszak, amikor sokkal elterjedtebben használtak Unix-os gépet, így sok-sok felhasználós környezetben, hogy okos felhasználók rájöttek, hogy jaj, hát itten kérem, diszkorlátozás van bevezetve, kvótázzák, nekem csak 10 meg 100 meg 50 terabájt szabad területet, hogy a szörnyű ronda rendszergazdák, de hát a TMP az korlátlan. És elkezdték használni ideiglenes adatok tárolására a TMP-t. Sajnos van nagyon sok jó megoldás, általában az a jó megoldás, hogy a szegény, szerencsétlen jó ember legalább egyszer-kétszer pofára esik. Ekkor ugyanis megtanulja, minden egyéb esetben az lesz a vége, hogy én vagyok a szemét állat. Ezért aztán bizony eléggé sokszor ez úgy működött, hogy a TMP-t az legrosszabb esetben újraindításkor, mert most egy ilyen több évig folyamatban bekapcsolt gépnél, meg mondjuk hetente egyszer éjszaka takarítják. És általában is az a egyik fajta szemlélet a rendszergazdák között, hogyha én azt tapasztalom, hogy a felhasználó rosszalkodik, hát akkor nyilván nekem is szabad. Ami például azt jelenti, hogy a bejelentkezéskor automatikusan megjelenő üzenetekben fölveszem azt, hogy ugye mindenki tudomásul vette, hogy a TMP nem huzamos idejű tárolásra szolgál, és miután ezt egy hétig már mindenki láthatta a bejelentkezés során, utána automatikusan megkapcsolom. Ami egy hétnél régebbi ott van, az megy a kukába, pont. Nem abba a kukába, hanem a valódiba. És tekintettel arra, hogy a Linuxos fájrendszereken a undelete néven emlegetett funkció, mondjuk úgy finoman, nem annyira jellemző, ezért ha én ott azt kitöröltem, akkor az ki van törölve, nyilván itt emberi vérmérséklet függő, hogy most ezt mennyire kell komolyan, tehát első körben csak elrakom onnan, és utána lehet velem alkudozni, és csak a második körtől kezdem el takarítani, hogy az első pillanattól mondva, hogy aláírtál ugyebár ilyen szerződést, olyan szerződést, a bejelentkezéssel elfogadtad, és így tovább. Szerintem láttatok már banki szerződést, bármit, amit jogász írt meg, neked esélytelen, hogy bármi pozitív legyen rád nézve, itt ugyanez a helyzet. Azzal, hogy te bejelentkeztél egy gépre, az alártában elfogadtad a használati feltételeket. Az, hogy Magyarországon mondjuk nem jellemző, hogy kiírják azt, hogy csak kizárólag illetékesek számára,
és illetékteleneknek. Tilos, az körülbelül azért van, mert itt még nem történt meg a történelemben, hogy valakit, aki egy gépre behatolt, azért mentettek föl, mert az volt kiírva, hogy welcome a login promptnál. Van ország, ahol ez megtörtént. Hogy hát, ha welcome, akkor most miért csodálkoztok, hogy bemegyek. Valahol igaza van, nyilván más oldalról nézve nem. Szóval maradjunk annyiban, hogy általában az, hogy például a per TMP az ideiglenes, az egy jól ismert fogalom, csak miután ugye már nem jellemző az, hogy a gépet három naponta újraindítják, vagy csak az van bekapcsolva, hogy a gép az rebootkor veszíti el a tartalmát, elég könnyen rászoknak az emberek, hogy hát akkor ezt használjuk már el. Úgyhogy még egyszer mondom, nagyon sok egyéb megoldás van, amivel ezt el lehet kerülni, általában ez eléggé hatékony szokott lenni, hogy hát miért tároltat? Hát nem elég egyértelmű a nevében, hogy ideiglenes átmeneti tároló. Ja, hogy te három hónapot átmenetekintesz, nem? Így járt. Úgyhogy ez a TMPFS, mondom, mint nevéből is látszik, elsősorban erre van kitalálva, de hát ettől függetlenül, hogy a RAM diszkénnének azért a teljesítmény növelésére is jó. Nyilván kivéve abban a környezetben, ahol kevés a fizikai memória. És akkor még abból is elveszek egy kicsit a RAM disznek, szóval ott nem biztos, hogy ez az ideális. Na most, a ProcFS az a következő ilyen speciális fájlrendszer, hagyományosan a per proc nevű könyvtárra van felmontolva, és gyakorlatilag a processzek, ugye ezek kicsit leegyszerűsítve a futó programok, különböző jellemzőinek lekérdezésére szolgáltak. Igazából a dolog ennél bonyolultabb, mert eredetileg erre találták ki, az már csak külön öröm, hogy a Linuxos fejlesztők egy idő után minden vackot a perprocon keresztül tettek konfigurálhatóvá, illetve lekérdezhetővé. Úgyhogy a mai napig nagyon sok dolog úgy bűnik, hogy ezt meg akarod tudni, akkor a perproc per valamiben nézzél utána, és akkor ott látod. Még egyszer mondom, ez egy virtuális fájlrendszer, tehát fizikailag ugye, majd valami kernel szoftver részlet intézi, hogy te úgy lásd, hogy ott van egy könyvtár struktúra, különböző speciális nevű fájlokkal. Ma a fejlesztés úgy tűnik, hogy abba az irányba megy, hogy a per-proc az ténylegesen maradjon meg a processzek kezelésére, ennek ellenére van dolog, ami valószínűleg most már soha nem fog onnan kihalni. Ellenben megjelent mellé az úgynevezett SysFS, mit ad Isten per SIS könyvtárra szokták mountolni, elsősorban a rendszer belsejének lekérdezésére, illetve bizonyos paraméterek módosítására. Na most ez úgy néz ki, hogy ha te látni akarod egy konkrét mechanizmus működését, hogy cat per proc per izé-mizé ecet, vagy per sys per izé-mizé ecet. Ha módosítani akarod, akkor echo valami per proc per izé-mizé ecet, vagy per sys per izé-mizé ecet formában lehet megcsinálni. Egyik sem szép, de egy viszonylag egyszerű interfész. És azon túlmenően, hogy van, és mind a per-procra, mind a per-sys-re nézve elég tisztességes dokumentációval, hogy mit találsz benne, miket lehet ezen keresztül, illetve ezen a két virtuális fájlrendszeren keresztül elérni, ennek ellenére az elég sokáig el lehet anélkül lavírozni, hogy ténylegesen meg kelljen tanulni. De akár olyanokat is meg lehet csinálni, hogy bocs, rádugtam a gépre egy külső szkázi perifériát, hiába kapcsolom be, mert nem foglalkozik vele. De ha azt mondom, hogy, és beleírok valamit a per-proc vagy a per-sys valamilyen alkönyvtárának lenni, fájlba valami speciális stringet, akkor ettől a rendszer boldogan rájön, hogy Jézusom, hát itt megjelent egy új hardware, mi lenne, ha foglalkoznánk vele. Volt ismerősöm, aki már 15 évvel ezelőtt hordozható diszkét használta a hordozható diszket. Tudod azt, amit normális ember kikapcsolja a gépet és kihúzza. Ő meg azt mondta, hogy miért kéne ehhez kikapcsolni? Azt kell csinálni, mondta ő, és akkor egy ekkora parancsot becsépelt. Echo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a per, proc, per. És ettől a rendszer boldogan azt mondta, hogy ja, akkor ezt a buszt lekapcsoljuk. Elvette az áramot, ki lehetett húzni a fiókot, és nem volt se adatvesztés, se elektronikai probléma, mert kikapcsolta gyakorlatilag. És aztán mondta, hogy hát ő maga a részéről annyit intézett az ügy érdekében, hogy két azonos keretet vette, egyik volt a céges dolgok, gépben, a másik van az otthoniban.
és innentől kezdve megoldott a hordozható diszket. Jó, hát ezt tudni kell, hogy ezzel a könnyed parancsal kell ezt kibe kapcsolgatni. Nem mondta olyan furcsa, hogy hát nem tudom, 4 hónapja kapcsoltam ki utoljára a gépet. Diszk, hát tudod, azt kell csinálni. Szóval vannak ilyenek, van egy-két ilyen eléggé elvetemült funkció, amit sajnos a mai napon is kell, illetve, kicsit talán lehetne precízebben fogalmazni, néhány olyan elvetemült funkció, aminek ez a legszabványosabb módja, mert egyébként a különböző ilyen elsősorban kereskedelmi távolatással rendelkező terjesztések esetén azért szoktak ilyen-olyan-olyan speciális egyedi parancsokat létrehozni az adott funkcionalitás elérésére. Na most hát ezzel ugye az a gond, hogyha valakinek mondjuk csak Suze-t kell menedzselni, akkor nem gond, de amikor jön egy Red Hat, meg jön mellé egy Debian, meg jön mellé egy mit tudom én micsoda, és ebben 3 különböző parancs van, akkor lehet, hogy egyszerű megtanulni, hogy echo 1, 2, 3, 4 nagyobb persis per valami. Noha ugyanazt csinálja, mint az ő parancsuk. Úgyhogy ezért legalább érdeklődés, illetve inkább megemlítés szintjén kell róla tudni, mondom, jó dokumentációjuk van, van mit olvasni, ha valaki ennél mélyebben érdekel. Na most, ugye arról is volt szó, hogy a diszken nem csak adatot tárolunk, hanem ugye a virtuális memória kezelése swapként is bekonfigurálhatjuk. Használatának első pár lépése van az, mint a normál fájrendszer kezelés, tehát particionálok, létrehozok egy új partíció, specialitása csak annyi, hogy ami swap, annak a Hexa 82-es partíció azonosítót, és nem pedig a 83-ast kell beállítani. Nyilván mondom megint csak persze, grafikus környezetben ez kicsit kényelmesebb, mint mondjuk a parancsolja a diszken. Na most, a Linuxos világ egyébként eléggé egyedülálló dolgot vezetett be, a klasszikus Unixos környezetben innentől már csak használni kellett. Linux bevezette azt, hogy ahogyan a file rendszereket még FS-sel előkészítjük, ugyanúgy a swap területet is elő kell készíteni, erre szolgál a makeswap névre hallható parancs, tehát ugye egy fdisk magára az eszközre, ennek hatására ugye reálisan megjelenik a perdefben eszközpartíciója nevű eszközfájl, majd erre az eszközfájlra rá kell engedni a makeswap nevű parancsot, amely parancs hasonlóan a makefs-hez, ugye a diszken magán valamilyen magas struktúrát létrehoz, tehát ugye ezt többet már nem kell. Ahhoz, hogy a swap területet használjam, ahhoz már csak használatba érni kell, erre szolgál a swap-on parancs, hasonlóan a mount parancshoz, swap-on és eszköznév. Mivel a swap terület nem jelenik meg a file rendszerben, ezért nyilván nem kell megadni egyéb paramétert, hogy hol látszódik, mert nem látszódik. Csak tudható, hogy van, és majd a rendszer attól, hogy swap-on mondtam, attól használni fogja. Na most nem mondhatnám, hogy kifejezetten gyakori, de időnként elő-elő fordulhat, hogy valaki a swap használatot ki akarja kapcsolni, erre a swap-off, a megfelelő művelet. Ugyanúgy, mint a file rendszereknél természetesen itt is az a probléma, hogy az, hogy én azt mondtam, hogy swap-on, ez egészen a kikapcsolásig érvényre jutott, de utána persze elfelejtődik. Ha tehát azt is szeretném, hogy megmaradjon, akkor ezt is a per ETC per FS tabban automatizálni kell, hogy a rendszer az indítás során kapcsolja be. Az automatizálás majdnem pont ugyanúgy néz ki, mint a file rendszereknél, tehát melyik az a device, azaz, hogy az FS tab file első sora, nem, az FS tab file beli sor első mezője az eszköznév. Mivel ugye ezt nem mantoljuk a szó klasszikus értelmében, sehova, nem jelenik meg a könyvtár struktúrában, a második mezőbe igazából ugye nem kéne írni semmi. De mivel a szintaxis igényli, ezért oda általában oda szoktak írni valamit, ez ilyen embere válogatja, hogy ő most egy X-et rak oda, vagy 3-at aláírásként, egy kötőjelet, vagy azt a szócskát, hogy non, vagy azt, hogy swap, vagy azt, hogy ennek itt semmi jelentősége nincsen. Az tulajdonképp majd, hogy nem mindegy. A lényeg legyen második mező, mert ebben az esetben ugye lesz értelme a harmadik mezőről beszélni, amely ugye eddig a file rendszer típusát, mint információt tartalmazta. Hát megdöbbentő módon itt ezt az infót tartalmaz, hogy ez egy swap terület. Ezt ugye már a swap szócska jelzi. A negyedik mezőben a mount paraméterek állnának, de hát ugye nem mountoljuk a
szó klasszikus értelmében, tehát nyilvánvalóan ide is a SWEP-ON úgymond paramétereik kerülhetnek. Elvileg lehetne ide mást írni, gyakorlatban ide körülbelül csak annyit szoktak írni, hogy SWEP terület. Ez kvázi, mint a file rendszereknél, default. Na most a másik két, szóval az utolsó két paraméter, ami ugye a mentés, illetve a file system ellenőrzés, hát elég egyértelmű, az adott környezetben egyiknek sincs értelme, nem véletlen, hogy elhagyható, vagy ha szeretett kiírni, akkor általában két nyomoronc nullát raknak oda. Ezzel jelzik, hogy jó, hát a hat mező megvan, de egyébként valódi jelentősége ennek a két utóbbinak már nincs. Na most, a SWEP terület kapcsán körülbelül ennyi a lényeg, hogy legyen. A rendszer természetesen te általad paraméterezhető és finomhangolható módon próbálja majd használni. Általános esetben annyit szoktak mondani, hogy neked bőven elég, ha te annyit tudsz róla, hogy van, esetleg fél évben egyszer ránézel. Azaz, ha valakit érdekel a SWEP használat, nyilván egy szerver üzemeltetőnél ez azért eléggé alap, akkor van valamilyen eszköz, amivel le tudod kérdezni, na most hát itt látható, van például az a parancs, amit free névre hallgat, és mellékesen egyébként a fizikai, illetve hát a virtuális memóriákra vonatkozóan is képes információt szolgáltatni, meg arra, hogy hogyan állunk szeretne. Aztán elő lehet venni az előbb emlegetett egyik speciális fájrendszert, például a perprocot, és a perproc per swap nevű fájl tartalmának lekérdezésével meg lehet állapítani a jelenlegi SWEP használatot, vagy lehet használni mindenféle ennél intelligensebb eszközöken. Itt ugye megint didaktikai okokból nem kéne nekem 43 különböző módszert mondani. A helyzet az, hogy a free az talán az egyik leggyakrabban használt jószág, az más kérdés, hogy a top az viszont egy meglehetősen sűrűn használt eszköz, tehát így is úgy is előjönne későbbiek során, sokkal több információt közöl, de egyébként SWEP információk is kideríthetők belőle, tehát egész egyszer az, hogy hány SWEP területünk van, milyen mértékben van ez használva. Na most a SWEP használatra visszatérve, akit a dolog mélyebben érdekel, az nyilván tud bőséges dokumentációt olvasni, még egyszer elég precízen szabályozható a SWEP algoritmus, mikor kezdjen el a rendszer egyáltalán lapozgatni, mikor kezdjen el ilyen kétségbeesett lapozással több memóriát felszabadítani, milyen egyéb paramétereket vegyen figyelembe akkor, amikor lapoz kifelé, vagy esetleg befele memórialapokat, tehát akit érdekel, nyilván egy komolyabb a terhelt szervernél, ott persze lehet, hogy tovább kell menni. Általában körülbelül odáig szokták a SWEP használattal kapcsolatos adminisztrációt fokozni, hogy SWEP van, van, tele van, nincs. Jó, akkor addig, ameddig nem lesz tele, addig nem foglalkozunk vele. Ez nyilván egy meglehetősen hibás szemlélet. Egyszer találkoztam egy adminisztrátoroknak szóló dokumentációval, amelyben kedvesen a következő info található. Rendszergazda feladata közé tartozik rendszeresen, napi, rosszabb esetben óránkénti ellenőrzése a SWEP használatnak, és ameddig a fizikai memória 80%-át nem használjuk el, addig ne foglalkozzál. Mély pont addig? Mindegy. Ha pedig a SWEP területnél tapasztalod azt, hogy 80% fölé megy a használat, akkor kezdjél el, és itt jöttek mindenféle érdekesek tanácsok. Sajnos a mai napig nem tudom megérteni, hogy most miért pont a 80% volt kilőve, azon kívül, hogy nyilván egy szétkerek szám, de kétféle vélekedés van. Az egyik szerint ugye addig nem érdekes a SWEP-pel foglalkozni, ameddig nem akarunk 100% fölé menni a használatban. Mint már mondtam, ha ilyen szintű memória telítettség van, akkor az operációs rendszer ki fog lődözni processzeket, megszünteti őket, tehát ez már a vég, ezt jó nem elérni. Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy most 80%-nál, vagy 60%-nál, vagy 95%-nél kell kiabálni emiatt. Valahol előtte érdemes lenne a rendszert egy kicsit lenyugtatni, ez tény. De van a másik iskola, melyik meg azt mondja, hogy a SWEP használattal kapcsolatban nem az a kérdés, hogy te most 20%-ban telíted általában a SWEP területet, vagy 98%-ban, hanem az, hogy nullában vagy nem nullában.
maga az a tény, hogy elkezdesz webpet használni, az már önmagában felvet bizonyos memória problémákat, bizonyos teljesítmény csökkenésre utaló jeleket. Tehát igazából azt kéne megelőzni, hogy egyáltalán elkezdjen a rendszer szleppelni. Nyilván valahol a kettő között van a valódi igazság. Én általában jobban hajlok arra, hogy hát, ha már kapott memóriát, akkor használja azt. Ha eleget kapott, akkor nekem ne szleppeljen csak jó kedvéből. Nyilván, ha nem kap eleget, az egy más dolog, és ebben az esetben tényleg el lehet kezdeni hangolni a szleppet. Mint korábban mondtam, talán a legjellemzőbb és leglényegesebb szlep hangolás az körülbelül az. Egy fizikai diszken egynél több szlep terület ne legyen. Ellenben némi teljesítmény növelést lehet elérni, hogyha szétszórom több különböző háttértára szlep területen, ugye lehet őket paralel használni, ezáltal ugye felgyorsítani az amúgy is lassú diszkműveletet. Olyan iskola is van, amelyik egyébként úgy van vele, hogy átlag rendszergazda az applikáció alá tolja be a leggyorsabb diszket, van, aki meg azt mondja, hogy nem, a szlep legyen a leggyorsabb, mert maga a tény, hogy szleppelek már lassít, akkor ne lassítsam azzal, hogy a 20 éves diszket tolom alá. Ezen lehet vitatkozni, mindenki a saját igényének megfelelően konfigurálja be, de tudjál róla, van szlep, ha bekonfigurált használni is fogják. Nyilván, ha nem konfigurálod, az is egy dolog, el lehet lenni egyébként éveken keresztül szlep nélkül, nem biztos, hogy ez az ideális. Desktop környezetben ugye nagyon könnyedén föl tudnak mutatni ilyen véres rongyokat, hogy ez az az applikáció, amelyik előszeretettel fölzabálja a memóriát. Most nevet nem fogok mondani, de tipikusan általában webböngészőket szokták kárhoztatni emiatt. Én úgy vagyok vele, hogy nekem már arra sincs igényem, hogy 80 ablakom legyen egyszerre nyitva, és 750 weboldal, bár hallottam ilyenről is. Fel tudom persze fogni, hogy egy ekkora mennyiségű adatnak a normál kezelése már memóriát igényel, sőt azt is, hogy ezt már szerencsétlen programozó nem látja át, és tényleg elkezd memóriát fölöslegesen foglalni, és utána nem felszabadítani, előfordulhat. De igazság szerint ezt nagyjából Hello World-é bonyolult a programban is el lehet érni, úgy nem biztos, hogy pont a böngészőre hibás. Azaz, desktopban valószínűleg kell swap, az ilyen jellegű hülyeségek miatt, szerverben valószínűleg kell swap amiatt, mert ugye nem szeretnéd, hogy lelassuljon az applikáció, de természetesen azért vannak komolyabb hardverek, amiben lehet elég memóriát rakni, és tényleg el lehet szvep nélkülére lavírozni pár hónapig, esetleg pár évig. Nem biztos, hogy ez a cél. Na, és akkor gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy hátra van még ugye, szűk két óra, és két témakör itt a diszkezelés kapcsán. Az a két témakör, ami két ilyen logikai szoftver réteget épít valahova a felhasználó és a fizikai diszkezelés között.